Jakab apostolnak közönséges levele. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül. A bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Második rész. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegényi szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok,
te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká? Halljátok meg, szeretett atyám fiai! Avagy nem az Isten választotta-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. És dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Avagy Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket házába fogadta és más úton bocsátotta ki. Mert amiképpen holt a test szellem nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Harmadik rész. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától.
mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelidíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezteti édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajfa magvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. 4. rész. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik, de majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok, a ti nevetéstek gyászra forduljon és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Nosza immár ti, akik ezt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda ti éltetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik, holott ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy amazt fogjuk cselekedni.
ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Ötödik rész. Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsölteteke földön és dobzódtatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent nektek. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Ímé a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Szenvedé valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen. Betegé valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűn követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. Atyám fiai, hogyha valaki ti köztetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.